Elég gáz kettesben piálni, nem? Ja, hiányzik a fesszó. De jövő héten jön haza, nem? Igen, most jól megszedi magát Németföldön, aztán hazajön és elissza velünk az egészet. Rezső, láttad a Magyar História című filmet? Nem. Az van benne, hogy egy magyar kislányt a szoci korszakban kiszöktetnek az Egyesült Államokba a családjához. Mert azok már korábban kimentek, őt meg itt hagyták. Miért hagyták ott? Hát, mert gondolom csecsemővel nehéz lett volna vasfüggönyt mászni. Ja, hát igen, és? Na és akkor kimegy, nagy nehezen beilleszkedik, tudod, megtanulja a nyelvet, meg ilyenek, felnő, és Scarlett Johansson lesz. És erről szól a film? Tulajdonképpen igen. Vagyis hát nem, mert később hazajön Móra, mert tudni akarja, hogy honnan jött, de végül is nem jönnek be neki az itteni körülmények. Soroksáról jött? Nem, a belvárosból. Illetve a film elején még vidéken tölti kisgyermekkori éveit, aztán végül is a belvárosban költ ki tiniként. De jó érv, Rezső, és nagyon jó megfigyelés. Köszönöm. Na és mi a film tanulsága? Hogy attól még, hogy magyar vagy, nem kell ám itt élned. Hát mi lesz szegény külfölddel a fiaink nélkül? Meg a végén meg kell tanulniuk olvasni, vagy ne adj Isten, szigorítani kell az egyetemi követelményrendszeren. Ez a baj ezzel az országgal, hogy hagyjuk elmenni az ifjakat. Kultúránk örököseit, az ő fiaikban és lányaikban meg már írmagja sem marad a szép magyar kulturális hagyatéknak. Egyre kevesebben laknak már itt, a korfa meg csak szélesedik felfelé, és nem lesznek olyanok, akik felkarolják a megfáradt időseket, akik közül sokan korábban vérüket adták magyar honnél. Fogal! Ugye csak az a bajod, hogy nincs itt a fető, hogy igyon velünk. Az. De végülis jövő héten jön haza, nem? Te annó láttad a Szaffit? Persze, hogy láttam, csak nem értek vele egyet. Mert ott is így hazatér a srác, hogy mi az, hogy nem értesz vele egyet? Nem, mert azt a rajzfilmet nem kéne gyerekeknek mutogatni. De, hát, miért nem? Hogy miért nem? Hát mert kollaborációra ösztökél. Nem vetted ezt észre? Mindjárt az elején Szofi apja lepoktál a török szultánnal, mert tök jó cimborák meg... Ha! Most jó beírom neki kommentbe, hogy nem is a Szofinak az apja kollaborál, hanem... Mi a gyerek az Jónás? A lánya Szofi benne, meg a macska. Ja. Egy. Nem vagyunk ugyanazon a műveltségi szinten, hogy lehülyeszes, ezért ne tedd. Kettő. Egyszer kezd el nézni a filmet és rájössz, hogy miről beszélek. Majd nézd csak meg! Sőt, most menj haza és ülj le és nézd meg! Tudod mit, Fogel? Pontosan ezt fogom tenni.